Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A te következő lépésed. Mit kellene tenned, és hogyan alakulnak a dolgok, ha te ezt megteszed? Ez egy általános kivetés, de felteheted ezt a kérdést, és készítek hozzá egy személyes jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Először is megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt a 4-es szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra és számára is a biztonság érzete, az anyagi biztonság, egy biztos munkahely, a biztonság érzete a párkapcsolatban. De itt látható, hogy vagy te fogva tartasz még valamit, amit el kellene engedni, hiszen a kezed nem szabad, és az lenne a fontos, hogy elengedd ezt az érmét, hiszen ott ülsz a kincses ládán. De addig, amíg itt fogva tartod ezt az érmét, nem tudod a kincses ládát kinyitni. Ez lehet az anyagi helyzet, a munkahely, de lehetnek értékek is, tehát jelentheti a párkapcsolatot is. Ez a kártya jelentheti az ő tartását, hogy ő tart fogva valamit, nem lép feléd, olyan dacos, megsértődött, és te nem tudod, mit tegyél most ebben a helyzetben. Először is nem tudod azt, hogy miért sértődött meg, miért nem jelentkezik, és te is így fogva érzed magadat, mert nem tudod azt, hogy helyes döntés lenne-e írni neki, meglátogatni őt, jelentkezni nála. Most megnézzük azt, hogy mi és ki befolyásol téged. A külső hatás. Itt valaki majd lassan-lassan közeledik hozzád, és átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség. Ez lehet egy jó ajánlat a munkahelyet illetően. De ez az arany érem jelentheti az értékeket, a belső értékeket is, hogy ez a személy majd közli veled, hogy mennyire értékes vagy számára. Vagy azt is mondhatja például, hogy te megérdemled azt, hogy boldog légy, hiszen értékes vagy, te is nyújtasz másoknak valamit, segítesz másoknak, tehát bízz magadban. És a te következő lépésed, mit kellene tenni? Itt látható a 10-es szám, ami jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik. Itt látható a vidámság, egy új kezdet, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Közeledhetsz hozzá, de ne beszéljetek a múltról, arról sem, hogy miért sértődött meg, hanem indítsatok egy új irányt, egy új kezdetet tiszta lapokkal. És hogy reagál ő? Itt ez a sebzett szív. Azt jelenti, hogy ő megsértődött. Itt is látható a dacos tartás. De jelentheti a múltat is, hogy a múltban érték őt olyan dolgok, ami megbántotta. Tehát itt vannak könnyek a múltból, sebzett emlékek. De ezt kellene itt elengedni, lezárni. És akkor lesz itt egy új kezdet, és ez a kép jelenti azt, hogy itt vannak ötletek. Ezt meg lehet valósítani, de kell a könnyűség. Viszont ő nagyon bizonytalan,
mert nem tudja, hogy mi történik akkor, ha egy lépéssel közeledik hozzád, megvan még a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. Nem tudja, hogy te hogy reagálsz akkor erre. Ez a kép jelentheti a könnyűséget, de jelezheti a könnyelműséget is. És ő nem akar meggondolatlanul cselekedni, mert fél attól, hogy újra lesz itt fájdalom, hogy megbántod őt, és ő megharagszik rád. Tehát ő most nagyon bizonytalan, ezért lenne jó, ha te közelednél hozzá érzelmekkel, jó hangulattal, hogy ne a múltról beszéljetek, ne azokról a dolgokról beszéljetek, ami megbántott téged vagy őt. Az is lehet, hogy lelkiismeret furdalása van, és fél attól, hogy te sértődtél meg. Ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy írd le a véleményedet a kommentárba, annak is örülnék, ha feljelentkeznél a csatornámra, vagy meglátogatnál a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!